Egyre élesedik az ukrán-orosz konfliktus. Az ukrán drónok már régóta támadnak célpontokat orosz területeken, és most Putyin orosz elnök kijelentette, hogy megfontolja a nukleáris fegyverek alkalmazásának lehetőségét dróntámadások esetén. Az Európai Bizottság szóvivője felelőtlennek nevezte az orosz elnök bejelentését. Szakértővel folytatjuk a témát. Köszönöm szépen, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője Koskovics Zoltán a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is! Itt arról van szó, hogy az orosz nukleáris doktrína változik, változhat, meg az orosz elnök kijelentette, hogy bármely nem nukleáris állam Oroszország elleni agresszióját, amelyet egy atomhatalom támogat, közös támadásnak fogják tekinteni. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy agresszió esetén nukleáris fegyvereket alkalmazzon, többek között akkor is, ha az ellenfél hagyományos fegyvereket használva kritikus fenyegetést jelent a szuverenitásra. Ezek a kritériumok a gyakorlatban milyen helyzetekre vonatkozhatnak? Ebben a fordításban, amit ön felolvasott, kimaradt egy fontos rész. Külön aláhúzta az orosz elnök, hogy tömeges csapásmérés esetén tekintik közös támadásnak a nem nukleáris fegyverekkel felfegyverzett ország és az nukleáris fegyverekkel felfegyverzett ország részéről. Tehát itt benne volt az, hogy rakéták tömeges indítása, drónok tömeges indítása, ezt Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztatón, amiről erről beszélt, ezeket szó szerint fel is sorolta. De elsősorban nekem az volt a benyomásom, hogy éppenséggel a nagy hatótávolságú rakéták tömeges bevetésétől kíván elrettenteni, és itt elsősorban erről van szó. Az, hogy egy ország bevette nukleáris fegyvert egy másik ellen, az egyáltalán nem jogi kérdés, az elsősorban politikai kérdés, és csak nagyon kis részben katonai kérdés. Hogyha a politikai döntés megszületett arra, hogy atomfegyvert vetnek be, akkor ott már jogi csűréscsavarásnak egyáltalán nincs helye, még akkor sem, hogyha az ENSZ alapokmányának, vagy az ENSZ más megállapodásainak a nukleáris fegyverek terjesztését tiltó egyezménynek van ehhez nemzetközi jogi keretrendszere, ott egész egyszerűen a helyzet nem engedi meg, hogy ezzel foglalkozzanak. Ilyenkor a paragrafusok hallgatnak. Katonai része is csak annyi van, hogy ha már megszületett a döntés, akkor bizony az katonai megfontolások fogják meghatározni, hogy ki, mikor, hová, miért csapást. Ezzel a dolggal érdemes lesz tisztában lenni akkor is, amikor az orosz megközelítésnek a módosításáról beszélnek. Kijev is gyorsan reagált, Zelenszky kabinet főnöke nukleáris zsarolással vádolta Putyint, az Európai Bizottság szóvivője felelőtlennek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentését, és nagyon sok elemzés született arról, hogy vajon a cél, hogy megijessze a nyugati államokat, vagy pedig egy valós fenyegetésről van szó. Teszem fel a kérdést én is azért, mert hogy az elmúlt években sokszor beszéltünk vörös vonalakról, amelyeket egyébként Oroszország is felállított, és ezeket a vörös vonalakat rendre átlépte a nyugat. Ilyen volt az Abrams, vagy éppen a Leopard harcjárművek átadása, az F-16-os vadászgépek átadása, és hát önmagában az, hogy Ukrajna átlépte Oroszország határát, és orosz területen is harcolnak most arra. Ön hogyan látja, ezek a vörös vonalak, a vonalaknak a színe, azok halványulnak, vagy pedig erősödnek? Itt inkább két dologról van szó. Az egyik kérdéskör az az, hogy ez a háború közeledik a végéhez, abban az esetben, hogyha Ukrajna nem fog olyan értelemben segítséget kapni, hogy külföldi katonák tömegesen, és itt több mint 100 000 főről beszélek, átlépnek az ukrán határon, és Ukrajna oldalán harcolnak a lövészárkokban. Hogyha ez nem történik meg, akkor Ukrajna nem nagyon fogja tudni magát sokáig tartani, talán következő nyárig tudja tartani magát. Az ellenkező eset ugye az egy óriási eszkaláció, amiben talán jobb nem is belegondolnunk, de ez egy olyan időszaka lesz a háborúnak, amikor ijesztő dolgok fognak történni, azt hiszem ukrán részről is, és orosz részről is. Itt ez a bejelentés, hogyha végig gondoljuk, hogy mi hangzott el az orosz elnök szájából, akkor egy ijesztő dolog, de számítanunk kellett rá. Elsősorban arról van szó, hogy ő megpróbálja elrettenteni a további eszkalációt. De az oroszoknak az a helyzet, ami jelenleg van, az sajnos hónapok múlva ugyan, nem napok vagy hetek múlva, de hónapok múlva egy katonai győzelemhez fog vezetni. Ezt az ukránok csak nagyon nehezen tudják meggátolni, én azt mondom, hogy hathatós nyugati segítség nélkül egyáltalán nem tudják meggátolni. Most ezt a tulajdonképpen a nyugati hadba lépést próbálja meg elrettenteni ezzel Vlagyimir Putyin. Attól tartok, hogy nem ez az utolsó ijesztő dolog, amit akár
orosz részről, akár ukrán részről a következő hetekben, hónapokban tapasztalni fogunk. Beszélünk majd a fronton kialakult helyzetről is, de visszatérve még a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésére. Az imént is elhangzott, hogy az Egyesült Államokban nem kapott erre engedélyt, és ez az engedély szó nagyon gyakran előkerül, hiszen a dánok is azt mondják, a lengyelek is azt mondják, hogy adjanak engedélyt a nyugati szövetségesek ezeknek a fegyvereknek orosz területen való bevetésére, a németek ettől elzárkóznak. Az én kérdésem igazából az, hogy ezeknél a típusú fegyvereknél mi határozza meg azt, hogy kiméri a csapást? Tehát az engedélykifejezés az borzasztóan pontatlan, és szándékosan pontatlan egyébként, azért, hogy az emberek többsége ne értse, hogy egészen pontosan miről van szó. Ha belegondolunk, az, hogy engedélyt adnak vagy nem, az magában foglalja azt, hogy ha nem kapnak engedélyt, akkor az ukránok engedély nélkül ugyan, de használhatják ezeket a fegyvereket. Amikről itt beszélünk, a precíziós hosszútávolságú rakétákról, ott nem erről van szó. Az ukránok egész egyszerűen képtelenek ezeket az eszközöket használni maguktól. Azokat a fegyvereket, beszéljünk például a francia Cézár tüzérségi ütegről, amelyet használnak az ukránok, ukrán kézbe átadtak, tehát ukrán ütegnek számít, ukrán munícióval, még akkor is, hogyha az eredetileg valahol Németországban gyártották le. Sőt, volt is ilyen narratív, hogy onnantól kezdve, hogy átadtuk, az már nem az német már fegyver, ukrán hanem ukrán fegyver. Senki nem tiltja, és mindenki engedélyezi azt, hogy ezek a fegyverek lőjenek Kurszkban például, ahol nyugati páncélosok is vannak, nyugati gyártás Ukrajnának átadott páncélosok. Tehát érezhetjük a különbséget, hogy itt nincs arról szó, hogy a nyugati fegyverek használata meg van tiltva Ukrajnán számára orosz területen belül. Itt másról van szó. Itt precíziós eszközökről van szó, amit Ukrajna nyugati részvétel, aktív részvétel nélkül nem tud bevetni Oroszország területén. Itt arra tessenek gondolni, hogy ezeket a precíziós rakétákat célra kell vezetni. És az ukránoknak nincs olyan eszközük, praktikusan gondolhatunk itt egy műholdra, bár vannak más módszerek is, amely célra vezeti a rakétát, mondjuk Moszkva közelében. Ha azonban egy amerikai műhold vezeti célra ezt a rakétát Moszkva közelében, akkor kimért csapást Moszkvára? Az amerikaiak. És ez a vérvörös vonal. Ez az, amire nagyon oda kell figyelni. Jelen pillanatban egyetlen NATO tagállam sem lépte át ezt a határt, hogy ő maga csapást mért volna Oroszországra. Pusztán csak fegyvereket adott Ukrajnának, és az ukránok a már átvett fegyverekkel az ukránok mértek csapást Oroszországra. Beszéljünk akkor a fronton kialakult helyzetről, hogy vajon katonai stratégiai szempontból mi történhetett a Kurszki offenzívával kapcsolatban, hiszen arról lehetett olvasni, hogy egyfelől célja lehetett Ukrajnának az, hogy más területekről orosz katonai erőket vonjon el, ahol ugyan lassan, de Oroszország halad előre. Másfelől pedig arról is lehetett olvasni, hogy meg akarta mutatni Oroszországnak, hogy ők nem sérthetetlenek, és hogy a határmenti térségeket sem tudják megvédeni, az orosz hírszerzés is sebezhető. Egy érdemes ezzel kapcsolatban, hogy Oroszország mennyire sebezhető, mindenképpen sikeres volt a kijevi terv, hogyha ez volt a terv. Ezt azonban egy tágabb kontextusban helyezve visszatérhetünk, visszakanyarodhatunk ahhoz, hogy miért kellett módosítani az orosz nukleáris doktrínát. Egyfajta törekvés látszik, elsősorban egyébként az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság részéről, de ebben eszközként használják fel Ukrajnát is, hogy az általában a nukleáris elrettentő erőt, de most konkrét esetben az orosz nukleáris elrettentő erőt, azt megpróbálják megkérdőjelezni, illetve aláásni. Ezért is érezhette úgy a Kreml, hogy szüksége van arra, hogy módosítson a doktrinán, ami ugye megint egy politikai dokumentum, egy üzenet kifelé, nem a doktrina határozza meg, bármennyire is a papírra ez van írva, de nem ez határozza meg, hogy mikor vetnek be atomfegyvereket, az vagy ami Putyin egy személyi döntése. Egyébként minden atomfegyverrel felfegyverzett országban van egy ember, aki eldönti, hogy bevetnek-e atomfegyvert, vagy nem, és hogyha ő eldöntötte, akkor bevetik. Teljesen függetlenül attól, hogy diktatúráról vagy demokráciáról van szó egyébként. Ha atomfegyvereket kell bevetni, akkor az egy nagyon éles történelmi pillanat, és ott már sokat gondolkodni nincs idő. A Kurszki kísérlettel kapcsolatban az is része annak a folyamatnak, mint ahogy a Zelenszkij-féle kormány átszervezése is része volt ennek a folyamatnak, hogy a kijevi vezetés próbálja keresni a kiutat. Ők is tisztában vannak a számokkal. Borzasztó erről beszélni, de az ember élet, a katonai élet a frontvonalon statisztikai adat is, ami ki lehet számítani, hogy milyen trendek vannak, ki lehet számítani, hogy milyen tartalékokkal bír az ország. A kijevi vezetés statisztikákat látva pontosan tudja, hogy kilátástalan helyzetben van. És ezért csapong, ezért kiutat keres. Ilyen volt a kormány átalakítás is, és ilyen volt a Kurszki kísérlet is, ami minden lényeges szempontból egyébként csütörtököt mondott. Az egy dolog, amiben valóban segített és siker volt, ez a
nem utolsó sorban fontos a média hadviselés, a kommunikációs hadviselés. Ebben a szférában egy jelentős siker volt, de hogyha a gyakorlatban nem vezet eredményhez, akkor ez kevés lesz Kijev számára. Az előző percekben Nárai Balázs és Kis Rajmund is beszélt arról, hogy New Yorkban ENSZ tanácskozás volt, és Volodymyr Zelenszky az ENSZ biztonsági tanácsában beszélt a békéről. Ő azt mondta, hogy az ukrajnai háborút nem lehet pusztán tárgyalásokkal lecsillapítani, Oroszországot békére kell kényszeríteni. Hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök annyi nemzetközi előírást és szabályt sértett meg, hogy nem fog önmagától leállni, Oroszországot csak is kényszeríteni lehet a békére. Nyilván hosszasan lehetne beszélni, hogy egyébként milyen országok ültek össze, az országoknak mi az álláspontja, de mégiscsak az ukrán elnök és az orosz elnök részvétele nélkül hogyan lehet akkor békét teremteni? Sem Ukrajna, sem a Nyugat nem képes Oroszországot a békére kényszeríteni. Hogyha Vlagyimir Zelenszky azt szeretné, hogy valaki békére kényszerítse az oroszokat, akkor Pekingbe kell utaznia. Akkor Indiába kell utaznia, akkor az arab világba kell utaznia. Ezt nem tudom, hogy a Biden adminisztráció, hangsúly az adminisztráción és nem szegény Joe Bidenen, az mennyire örülne egy ilyen körútnak. Tehát tulajdonképpen egy zsákutcában találja magát, egy politikai és diplomáciai zsákutcában találja magát Zelenszky, de egyértelmű, hogy sem Washington, sem London, sem Brüsszel nem képes Oroszországot semmire sem kényszeríteni, Peking és Új-Delhi talán. De akkor ahhoz egy nagyon komoly diplomáciai irányváltás kell. Közben arról lehet olvasni, az amerikai sajtóban, például a Washington Post rovat vezetője ír arról, hogy megfelelő anyagi támogatás mentén, megfelelő erődítmények kiépítése mentén Ukrajna nem csak hogy képes lehet még hatékonyabban védekezni, hanem 2025-ről ír már a rovat vezető, akár újabb offenzívába is kezdhet. Ebből az ember azt tudja kiolvasni, hogy az Egyesült Államokban van háttere annak, hogy akkor Ukrajnát továbbra is támogatni kell. Ugye itt elhangzott egy nagyjából 8 milliárdos összeg, amelyet megállapodott Joe Bidennel. A 8 milliárdos összeg az sajnos apró pénz egy ilyen háborúban, tehát tényleg az nem, egy hétig nem elegendő a katonai erőfeszítés fenntartására a jelenlegi intenzitás mellett. A helyzet az, hogy valóban az Egyesült Államokban nagyon komoly intellektuális hátországa van annak, a mondjuk ki tévképzetnek, hogy Ukrajna akármeddig képes ezt a háborút folytatni. Ukrajna nem lesz képes arra, hogy önerőből 2025-ben bármi más csináljon azon kívül, hogy leteszi a fegyvert. Ha valaki úgy képzeli, hogy Ukrajna még 2025 második fenében háborúzni fog Oroszország ellen, akkor arra a kérdésre kell megadni a választ, hogy is honnan lesznek katonák. Koskovics Zoltánnak köszönöm szépen, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.